Magyar, horvát, román, szlovák és szerb U15-ös leányklub csapatok mérkőztek meg egymással a második PMFC leány nemzetközi tornán az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpont műfüves csarnokában. Mivel a szlovák Slovan Bratislava megbetegedések miatt lemondta a szereplést, a PMFC sportolda színeiben egy vegyes korosztályú női együttes játszott versenyen kívül. Az 1990-ben alapított ZNK Osijek a horvát első osztályban szerepel, és mind a bajnokságban, mind a kupában rekorder a győzelmeket tekintve. Az Eszéki klub U15-ös csapata is elfogadta a meghívást a kétnapos tornára. Mi smo ekipa iz Osijeka, naše seniorke su državni prvaci, a mi se borimo u prvenstvu Hrvatske i trenutno smo treći na tablici. Ovaj turnir, jako, jako kvalitetan turnir, pozitivno jedno iskustvo, možda nam rezultati nisu bili baš najbolji, neke stvari se za nas nisu poklopile, ali smatram da su i cure puno naučile iz ovog turnira i evo sad ovaj dan smo pobjedile prvu utakmicu, u drugoj se nadamo isto pobjedi i to je to. Da, ja sam igrala nogomet, igrala sam do zadnjeg trenutka jer sam ostala trudna pa sam zbog tog prestala igrat. Igrala sam isto za Osijek. Mislim da ukupno smo osvojili dok sam ja igrala za klub 11 naslova prvaka i 11 naslova Kupa Hrvatske i baš sam ponosna što sam dio ovog kluba i što sam ostala i nakon što sam prekinula igračku karijeru. U Hrvatskoj da, puno, vidi se baš napredak. Trenutno u našem klubu imamo 4 mlađe kategorije. Otprilike oko 200 curica trenutno je u Osijeku u klubu registrirano. To su cure do 18 godina. Znači, Ferencvaroš kao klub me baš oduševio i Pečuh je također baš onako, vidi se da se radi s curama, da je to jedan nivo više nego kod nas. Napredniji su klubovi, ali evo, nama je ovo prilika da naučimo iz vašeg primjera i da i mi ulažemo i dalje i da vidimo da sigurno ima rezultata ako se ulaže i dalje. Ja sam iz Osijeka, to je u Hrvatskoj jedan grad, igram nogomet već jedno 7 godina otprilike i jako sam zadovoljna, stvarno imam super ekipu, imam odlične rezultate i sve super. Pa mislim da su ekipe ovdje stvarno kvalitetne, sviđa mi se ovo, super je organizirano, lijepo je mjesto, sve super, stvarno, nemam prigovora. Pa želim nastaviti trenirati i igrati nogomet dokle mogu, dok volim i iskoristiti, a sad vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Ja se zovem Paula i nogomet igram već jedno 5 godina i jako mi se sviđa. Pa sviđa mi se i utakmice i treninze, zato što dam sve od sebe što mogu. Pa sviđa mi se, mislim da su ekipe jako dobre. Planim je igrati nogomet dokle mogu i dokle imam volju igrati za nje, igrati nogomet. Azért szerveztük ezt az U15-ös nemzetközi tornát, mert fontosnak tartjuk, hogy a bajnokság mellett a lányok külföldi csapatokkal is találkozzanak, és gondoltuk, ha már külföldi csapatok, akkor tényleg a legerősebb klubok jöjjenek, úgymond, név szerint legalábbis, de ahogy látom, nem csak név szerint erősek, hanem tényleg nagyon ügyes lányok vannak mindenhol, illetve minden csapatban minimum 3 válogatott játékos van a saját korosztályában, a saját országában. A PMFC női labdarúgó szakosztálya idén májusban került az ország 8 államilag elismert státusszal rendelkező Leány Sportakadémiája közé. Gondolom, hogy nagyon jó torna, megerősebb lett volna, ha Bratislava is jön, plusz van egy pár csapat, akinek válogatott játékosok nincsenek itt, de így is gondolom, hogy abszolút megmutatta, hogy hol vagyunk mi elmaradva, és tovább is azt mondom, hogy nem a játékban vagyunk elmaradva, hanem a felfogás. Ami neki az első a labdarúgás, más ország nekünk még mindig a negyedik vagy ötödik az újabb. A helyszínen követte végig az eseményeket mások mellett Turtócki Sándor, az U19-es magyar női válogatott szövetségi edzője, és Kis László, az MLS női szakág vezetője is. Az MLS, mint olyan, az kit keres? Az a legjobbakat keresi, azaz azokat a játékosokat, akik össze tudják mérni valójában is a tehetségüket más országok tehetséges lányaival. Tehát magyarul nem az a tehetség, aki helyben tehetség, hanem az, aki már válogatott, és azt fel tudja venni bármelyik ország válogatottjának a küzdelmében. A horvát lányok az 5. helyen zártak, miután a helyosztón legyőzték a román Temesvár focistáit. A gárdából Maja Francuzovic került be a torna All-Star csapatába.